Idén is rengeteg program várta az érdeklődőket a Kisalföld vágtán. Szombaton többek között a Presztízs futamot is megrendezték, melyen a presztízsdíjas győri vállalkozók első körben fogadhajtásban, majd terepjáron mérték összetudásukat. Az indulók közül többen visszatérő vendégek voltak, és mindannyian szeretik a lovakat. Visszatérő vendég vagyok, hála a szervezőknek és a vállalatnak. Gyakoroltam egy párat itt kinn a Rodeo Ranchen fogadhajtáson. Az autó az ismeretlen volt, azt most próbáltam ki. A különbség lényeges, a lovakkal talán egy kicsit gyorsabban lehetett most menni ebbe a süppedős talajba, mint az autóval, de mind a két futamot nagyon élveztem. Nagyon tetszik a versenynek a szervezése, rendezése. Készülni nem tudtam, csak fejben és lélekben, de itt nagyon kedves fogadhajtó hölgy volt, aki segítette azt a pár percet, amit együtt tudtam tölteni vele meg a fogattal. Látszik rajta, hogy mennyire szeretél lovakat, mennyire elkötelezett a lósport iránt. Hát az autó meg fantasztikus, ez a BMW, amit kaptunk erre a versenynapra, ez nagyon nagy élmény volt. Az eredmény nem a legjobb lett, de legközelebb sokkal jobban fogok koncentrálni, és ezeket a nagyszerű ellenfeleket, versenyzőket biztos oda fogom győzni. A lóerők tehát idén sem tántorították vissza a versenyzőket, akik közül Szombati Bertolt teljesített a legjobban. Ő lett ugyanis a 2014-es Presztízs futam győztese. A rendezvény 3 napja egyébként rengeteg programot tartogatott, többek között a kamasz vágtát, amely a fiatalok 1200 méteres galopp versenye. Fiatalok azért fontosak, hogy ez a kamasz vágta, amiről most mi beszélünk, mert ők az utánpótlás. Tehát ők fognak, ha átlépik a 18 évét, tulajdonképpen beszállni a vágta versenyzők közé, és ezzel tulajdonképpen biztosítani azt, hogy még nagyobb létszámmal vegyünk részt. Tehát az utánpótlás neveléssel nem foglalkozunk, akkor semmilyen sportág nem él meg. Azt azonban kevesen tudják, hogy a kamasz vágta ugyanolyan veszélyes, mint a felnőtteké, hiszen ugyanolyan képességű lovakkal mennek, a tempó is ugyanaz, csak a lovasok kora nem, tette hozzá Tóth Szilárd. A Rodeo Ranchen az elmúlt évek hagyományait követve idén is színvonalas, tartalmas szórakozásban lehetett része minden érdeklődőnek.